Az uniós irányelvek alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell, hogy érje a bruttó végső energiafogyasztásra vetítve. A Felső Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság az új szétsényi terv keretében kiért pályázata segítségével most egy környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító hálózatra csatlakozó napelemes struktúra kiépítésén dolgozik, amely gazdaságos körülmények között képes a meglévő rendszer kiegészítésére az igazgatóságunk valami mennyi területi szakaszmérnökségén ezt a beruházást megvalósítjuk. Ez egy 120 millió forintos beruházást jelent. Mind a négy területen olyan rendszerek kerülnek kiépítésre, hogy az energia felhasználásnak a 98%-át tudjuk fedezni. Ez rendkívül költségtakarékos lesz a jövőben, illetve arra is gondolnunk kell, hogy környezetbarát megoldásokkal biztosítjuk az energiát a szakaszmérnökségünk területén. Az igazgatóság a Nyíregyházi, a Kisvárdai, a Mátészalkai és a Vásáros Naményi mérnökségein is elvégzi a beruházást. A nyíri szakaszmérnökség épületeire több mint 400 darab, egyenként 250 wattos táblát helyeznek ki a napokban. A napelemek az épületek jellegének megfelelően a tetőségbe vagy lapos tetőre kerülnek. A tetőkre napelemeket helyezzünk el. A négy szakaszmérnökségen összesen kb. 800 darab ilyen napelem kerül elhelyezésre, bekötések kerül a rendszerbe és innentől kezdve a villanyszámlánk remélhetően jelentősen csökkenni fog. A beruházás a villamos felhasználás csökkenésén túl jelentős költségmegtakarításokat eredményez az igazgatósági és nemzetgazdasági szinten egyaránt, valamint az üvegház hatású gázok kibocsátását is mérsékli. A fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Feti Vizik szakaszmérnökségein elnevezésű projekt beruházásai idén összelérnek véget.